A nyerőpárosban többen nem tudták kicsoda Karikó Katalin, de olyan is akadt, aki szerint a Mona Lizát festette. Ezt írta a 444 az RTL műsoráról, amiben sztárpárok versengenek egymással. Alap idézte azt a részt, amikor a sztárok feladata az volt, hogy elmutogassák egymásnak, kinek a fotóját látják a másik homlokára tűzve. A Nobel-díjas biokémikus megoldhatatlan feladat elé állította a sztárokat, a 444 cikke szerint többen is jelezték, hogy nem tudják kilátható a képen. A koronavírus járvány idején az egész világ a Covid elleni vakcinát várta. Hónapok megfeszített munkájával végül elkészült a BioNTech és a Pfizer mRNA alapú vakcinája. Az új technológia kifejlesztését Karikó Katalinnak köszönheti az emberiség. Az ember csak, mikor visszafele tekint, akkor látja, hogy mennyi véletlen volt az életébe, ami miatt oda jutott, ahová eljutott. Az egész világ megismerte a magyar biokémikus nevét, aki munkájáért tavaly átvehette a legjelentősebb tudományos elismerést, a Nobel-díjat. Így is vannak azonban olyanok, akiknek ismeretlen Karikó Katalin munkássága. Nem csak az ügyességüket és tudásukat teszi próbára. Az RTL Nyerőpáros című műsora ismertnek számító párok kapcsolatát teszi próbára azzal, hogy különböző feladatokat kell teljesíteniük. Az egyik feladat az volt, hogy elmutogassák egymásnak, kinek a fotóját látják a másik homlokára tűzve. A nyerőpárosban többen nem tudták kicsoda Karikó Katalin, így írt a 444 a műsorról, amiből idéztek is. Berki Mazsi, aki éppen nem játszott, párja kérdésére felolvasta, hogy az egyik képen Karikó Katalin neve áll, mire a párja azt kérdezte, az egyszer oda jött hozzád, nem? Egy nagyon híres ilyen izé, valami öregasszony, divattervező vagy valami, nem? A 444 szerint mások is jelezték, hogy nem tudják, kiről van szó, de nem csak a világhírű biokémikus állította nehéz feladat elé a szereplőket. Berki Krisztián özvegyének a Monaliza festőjét kellett volna megneveznie, de Leonardo da Vinci helyett picasso és egy filmszínészt, Leonardo DiCaprio-t említette bizonytalanul. Ezt nem tettem, nem tettem! A nyerőpáros az RTL egyik legnépszerűbb műsora hétfőtől csütörtökig este 8 órakor, vagyis fő műsoridőben kerül képernyőre. A közösségi oldalukon is népszerűsítik, napról napra számos részletet osztanak meg a Sztárnak nevezett párok vetélkedéséről.